Lincsi 18. beszélgetése Kolostorában, a Huata folyópartján. Lincsi Kolostorában egy nap így szólt az apádhoz az egyik szerzetes. Nagy tanító! A tíz világtáj buthái mind ráleltek az egyetlen útra, mely a nirvánába vezet. Csak azt szeretném tudni, hol lehet az az egyetlen út. Taníts hát! Lincsi ekkor felemelte görcsös botját, és egy hosszú vonalat húzott vele a levegőbe. Itt van, mondta. Látod? Nem látom, felelte a szerzetes bizonytalanul, mire Lincsi a botjával mérgesen a hátára húzott. Hát nyisd ki a szemed, te ostoba! Hiába prédikálok neked! Kiáltott rá, majd a bottal újra meghúzta a vonalat a levegőbe. Látod? Kérdezte a szerzetest. Látod már az utat a nirvánába? A szerzetes még mindig nem látta. Majd amikor az apát már harmadszorra is hiába rajzolta az utat a levegőbe, és harmadszorra is hiába húzott görcsös botjával a szerzetes hátára, megsajnálta. Barátom, fordult hozzá. Ugye nem gondolod komolyan, hogy én mutatom meg neked az utat a nirvánába? Ugye nem képzeled, hogy ilyen könnyen besétálhatsz az örökké valóságba? Majd szomorúan, mintha csak neki árulná el a titkot, a fülébe súgta. Ugye, tudod szegény barátom, hogy nem segíthetünk egymáson. Nincs egyetlen út. Magunk vagyunk a világon, s ahányan vagyunk, annyi az út és nem ismerhetjük egymás útjait. Tudom, felelte lehorgasztott fejjel a szerzetes, csak azt nem tudom, miért vertél meg háromszor, mielőtt ezt megmondtad. Erre Lincsi negyedszer is ráhúzott a botjával a hátára. Ez volt utolsó tanításom. Vésd jól emlékezetedbe, barátom! Szólt az apát, és a kolostor csarnokában magára hagyta tanítványát. A szerzetes még hosszan, csendesen áldogált, majd elindult kifelé az apát után. A csarnok kiárata felett ez állt. Meg sem szansz, s célodnál vagy. Szád se nyílt, s a szó elhangzott, mozdulsz, de mindig csak a falig. Hát erre gondolj, halálodik.